fontos a támogatás, a hazai dohánytermesztés végét és a fekete piac növekedését jelentheti, ha megszűnik az ágazat támogatása. Korszerűsítés. 135 millió forintból újult meg a II. Rákóczi Ferenc gimnázium vásárosnaményban. Csökkenő vetésterület. Bár a búzaára folyamatosan emelkedett idén tavalyhoz képest, a vetésterület ebben az évben mégis csökkent. Több mint 2,5 millióan dohányoznak Magyarországon a KSH adatai szerint. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A dohányzás egy olyan társadalmi igényé vált, amit muszáj biztosítani, ezért is fontos az ágazat támogatottsága, közölte a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. Fontos, hogy ne a fekete piacról szerezzék be a cigarettát, azok ugyanis nem ismert káros anyagokat is tartalmazhatnak, valamint a dohánytermékek éves jövedéki adója is jelentős hazánkban, ez évente több mint 400 milliárd forintot jelent. A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet olyan mértékben kíván beavatkozni a dohánytermelésbe, hogy már azt is meghatároznák, hogy mikor mehet ki a termelő a területére, mikor végezhet ott munkálatokat, vagy hogy milyen szerződést köthet. A különböző elvárásokat szinte lehetetlen teljesíteni, közölte a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke 35 perc című műsorunkban. Ezért a hazai és európai dohánytermelés fennmaradásáért, új politikai megállapodások megkötésére és erősebb érdekképviseletre van szükség. Politikai megállapodásokra van szükség alapvetően a dohány termelésének a feltételeihez, akkor, amikor Európában és talán szinte az egész világon a dohánytermelés támogatásra szorul, mert hogy a termeléshez felmerülő költségeket a felvásárlási ár maradéktalanul nem fedezi. Na most ezek a támogatási összegek országonként változnak, és hát ezért meg kell küzdenünk, különösen akkor, ha Európai Unió a korábbi évektől eltérően már ebben a költségvetési ciklusban megtagadta a dohánytermeléstől a támogatást. A dohánytermelők nemzeti kiegészítő támogatásokat még kapnak, de az Unió már semmilyen forrás nem biztosít nekik. Magyarországon jelenleg akár 1 millió forintot kaphatnak a termelők hektáronként, ez 2020-ig biztosított. A támogatás alapvető feltétele az uniós és a hazai dohánytermesztésnek is, ugyanis a felvásárlási ár a termelési költség mindössze felét tudja fedezni. A dohánytermesztés abból a szempontból is fontos, hogy a hátrányos helyzetű elmaradott térségekben a vidék eltartó képességét jelenti. Az ágazatban dolgozók száma is kiemelkedően magas. Egy hektár dohány kézi munka ereje közel 1000 órát követel. A dohányzás az Magyarországon a jelenlegi KSH adatok szerint több mint 2,5 millió ember gyakorolja. Ez tudomásul kell venni, hogy egy társadalmi igény. Ha ezt nem elégítjük ki, akkor ők meg fogják találni a módját, a fekete kereskedelemből ki fogják elégíteni ezt az igényüket. Azt gondolom, hogy ez a nem kívánatos dolog. Egyrészt azért, mert nem tudja, hogy milyen káros anyagok jutnak a szervezetébe, másrészt azért, mert nem fizetik be utána azt a jelentős jövedéki adót, amit pedig a legális forgalom után évente több mint 400 milliárd forinttal az államkasszába bevételként jelentkezik. A magyar és az uniós dohánytermék azért is jobb minőségű, mert rendkívül ellenőrzött. Ez azt jelenti, hogy a magvetéstől egészen az értékesítésig a neve, a bélyege rajta van a termelőknek. Felvásárlás előtt beltartalmi vizsgálatokat végeznek a dohányon, ez pedig az Európától délre elhelyezkedő kontinenseken kevésbé jellemző. De a gyermek vagy akár a rabszolgamunka is megjelenhet más kontinensek országaiban, tette hozzá Bényei Illés, ami miatt szintén nem vásárolnak európai cigarettagyárak azoktól a termelőktől. 135 millió forintból újult meg a II. Rákóczi Ferenc gimnázium vásárosnaményban. A beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a kisvárdai tankerületi központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. A vásárosnaményi járás egyetlen gimnáziuma 1952 óta működik. A felújításra már nagy volt az igény.
A megújult iskola átadó ünnepséget már a megszépült tornateremben tartották a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban. Az intézményben jelenleg 300 diák tanul, közülük többen kiemelkedőek a sportban, kiváló eredményeket érnek el az emelt szintű érettségi vizsgákon, valamint a tanulók nagy része nyelvvizsgával ballag el a 12. osztályból. A nyári hónapokban az iskola korszerűsítése zajlott összesen 135 millió forintnyi támogatásból. Nem nagyon volt okunk panaszra, hiszen a fenntartónk igyekezett mindig a szükséges eszközöket számunkra biztosítani, így azt gondolom, hogy a színvonalas nevelőoktató munka mellett mindig biztosított volt a lehetőségekhez képest az optimális tanulási környezetnek a kialakítása is. Természetesen ez a nagy volumenű felújítás nagyon jókor jött, és úgy gondolom, hogy ezt is, mint a többi értékünket, meg fogjuk tudni majd őrizni. A fejlesztés egyik fontos része volt, hogy kialakították ezt a nyelvi labort. A tanterembe új számítógépeket vásároltak, amelyek egyaránt megkönnyítik a diákok és a pedagógusok hétköznapjait. Az oktatás korszerűsítése érdekében még számos beruházás megvalósult a Vásárosnaményi gimnáziumban. A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban 135 millió forint értékben pályázati forrásból nagyon sokféle feladatot tudtunk ellátni, illetve megoldani. Többek között felújítottuk a tornatermet, a tornaterem falburkolatát, a tornaterem padlózatát, illetve nyilászárójának cseréjét. Az egész épületben energetikai korszerűsítés valósult meg, kicseréltük a kazánokat. A tornateremmel szembeni részben külső nyilászárócsere történt meg. Az intézmény a Bereg, így a Vásárosnaményi járás egyetlen gimnáziuma. 1952 óta szolgálja a térség fiataljainak színvonalas képzését. A fejlesztések segítik a minőségi oktatást és nevelést, valamint megteremtik azt a lehetőséget, hogy minden településen adott legyen az iskolák modernkor igényeinek megfelelő 21. századi felszereltsége. Nagyon fontosnak tartom azt, nem csak mint egykori iskolaigazgató, mint egykori pedagógus, ugye ilyenkor az ember szíve még hevesebben ver, amikor belép egy megújult intézménybe. Láthatjuk, érezhetjük azt, hogy ilyenkor a gyerekek is mosolygósabbak, a pedagógusok is megnyugszanak, hiszen nagyon fontos minden alapkőletétel, de nagyon, annál is fontosabb, amikor egy projekt lezárul, amikor egy intézmény megújul, amikor a fűtési rendszere fölfrissül, amikor az energetikai szempontból megújulhatnak a tantermei és a külső felületek nyilászáró cserérek is sor került. Tudjuk azt, hogy a tulajdon az mindig az önkormányzaté, ez adott. Ugyanakkor a fenntartó nem feltartó ebben az esetben sem, hanem igyekszik projektekkel fejleszteni, és az állagot, az intézmények, az épületek állagát is megúvni. A település polgármestere az ünnepségen egy újabb beruházást is bejelentett. 38 millió forintból megépül a Bereggi Judo Centrum. A sportágnak már komoly hagyománya van Vásárosnaményban. Bár a búza ára folyamatosan emelkedett idén tavalyhoz képest, a vetés terület ebben az évben mégis csökkent. Őszi búzát a megyében 4000 hektárral kevesebbet vetettek eddig a gazdák. Ennek fő oka viszont az aszályos időjárás lehet. Rácz Imre, az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint egy csapadékos időszak még jót tehet a búzának, és nőhet a vetés területe is. A megyében eddig 25 000 hektáron vetettek búzát. Az idén azonban kisebb az őszi gabona vetés területe, mint tavaly ilyenkor volt. Közel 4000 hektárral vetettek kevesebb búzát a gazdák. Annak ellenére nem nő a búzavetési szándék, hogy a termény sokkal magasabb áron adható el, mint tavaly. A megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint azonban nem feltétlenül az árak játszanak meghatározó szerepet a vetés terület alakulásában. Valóban csökkent a terület, és a hajlandóság, illetve a vetési terület tervezettsége még nem mutatott ilyen eltérést, és én úgy gondolom, hogy ezt egyszerűen az okozza, hogy csapadékhiányos területeken gazdálkodunk most az utóbbi időben, illetve amit elvetettünk két héttel ezelőtt is, lássuk, hogy milyen egyenletlenül kelt ki, és sok gazdálkodó a tervezett területet se veti el. Rácz Imre szerint azonban még nem késtek el a gazdák a vetéssel. Egy csapadékos időjárás még nagyban segíthet abban, hogy nőjön a búza vetés területe. Ha most vetnénk el, lehet, hogy még sikeresebb vetés területhez jutnánk, mint amik egyenlenül kell neki.
de azért közeledünk a novemberhez, úgyhogy lassan azért vagy el kell vetni, vagy végleg lemondani a vetés területnek a bevetéséről, mert egyébként ha nem hó alatt fog majd kikelni, nem olyan időszak következik, egy száraz vagy, akkor valóban jobb, ha már elsevessük. Nem csak a megyében, hanem az ország többi pontján is csökkent a vetésterület. Az idén várhatóan 1,4 millió hektáron vetnek őszi gabonát. November 1-től nyílik lehetősége az agrárkár enyhítési rendszerben résztvevő gazdálkodóknak, hogy az idei évben bejelentett káresemények kapcsán megadják a károsodott növénykultúrák pontos hozamadatait. A mezőgazdasági termelő a kárenyhítő juttatás iránti igényét minden évben november 30-áig nyújthatja be az Államkincstár elektronikus felületén. A kérelemben feltüntetett adatok megalapozottságát az agrárkár megállapító szerv bírálja el. A kárenyhítési rendszerben a termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra, ha a tárgyév szeptember 15-éig megfizette a kárenyhítési hozzájárulás teljes összegét, valamint ha a várható hozam csökkenés legalább 30%-os, a hozamérték csökkenés pedig legalább 15%-os. Fontos, hogy a kárenyhítő juttatás teljes összegére csak az a termelő lesz jogosult, aki mezőgazdasági biztosítási szerződéssel is rendelkezik. Ismét lehet keresztféléves képzésekre jelentkezni a Nyíregyházi Egyetemen. A szociálpedagógia mesterképzésre november 15-én éjfélig, más szakirányú továbbképzésekre pedig január 21-éig lehet jelentkezni. A keresztféléves képzések 2019. februárjában indulnak. A Nyíregyházi Egyetem egyetlen szakot hirdet a felvi.hu felületén keresztül az idei keresztféléves képzések közül. Ez a szociálpedagógia mesterképzési szak. Erre a végleges jelentkezést 2018. november 15-én éjfélig kell rögzíteni a felvi.hu-n, a hitelesítés határideje pedig november 20-a. Ezt a szakot idén sikerült először nyilvántartásba vetetni az egyetemnek. Azért is gondoltuk, hogy most talán aktuálisabb megkérdetni, mert az alapszakon a hallgatóink éppen most fognak képzési idő szerint végezni, januárban vehetik át az oklevelet, és talán nekik időkimaradás nélkül tudjuk biztosítani a tovább lépést, de természetesen a levelező képzésre nagyon nagy szeretettel várjuk azokat a korábban végzett volt hallgatóinkat, akik szeretnék mesterszakra is emelni a megszerzett szakképzettségüket. Ez tehát a felvi.hu felületén elérhető képzés. Ezen kívül olyan keresztféléves képzéseket is hirdet a Nyíregyházi Egyetem, amelyekre az intézmény saját honlapján keresztül lehet jelentkezni. A légiközlekedési hajózó szakmérnöki, iskolai szociális munka, iskolatitkár, gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakokra 2019. január 21-ig lehet jelentkezni. Ezek és a szociálpedagógia mesterképzési szak 2019. februárjában indul a Nyíregyházi Egyetemen. Dr. Zaher Gábor a kiégés elleni prevencióról tartott előadás Nyíregyházán. Az ismert toxikológus szerint a burnout, vagyis a kiégés stresszkezelő tréningekkel megelőzhető. Mindennek az egyik legfontosabb eleme azonban az egészséges életmód. Egyre gyakoribb jelenség már 20 éves korban is a burnout, vagyis a kiégés, ami érzelmi megterhelés, stressz következtében fellépő fizikai és mentális kimerülést jelent. Ez gyakran reménytelenséggel, célok és ideálok elvesztésével jár, ami kihat a magánéletre, az emberi kapcsolatokra, a munkára és a közvetlen környezetre is hatással van. Nem akarok kiégni, és akkor belenézek a tükörbe, merek változtatni, megtanulok mondjuk meditálni, és így tovább, ami nagyon sokat segíthet az emberen. De ez jóval inkább egy egyszerűbb mód, hiszen este az ember fekszik az ágyba, és fejébe ott a gondolatok a hülye főnökömről, a hülye beosztatjaimról, a munkáról, amit utálok, stb. És akkor két pohár rozé után tök jól elalszik az ember. A kiégés nem statikus, egyszeri jelenség, hanem egy folyamat, amely ciklikusan ismétlődik. Az egyén és a munkahely egyaránt felelős a kialakulásért, ezért a ciklus módosításához ennek a két tényezőnek a megváltoztatása szükséges. Ez lehet megelőzés, vagyis prevenció, és beavatkozás, vagyis intervenció. A prevenciós célú stresszkezelő tréningek mellett fontos a munkán kívüli rekreációs feltöltődést biztosító lehetőségek számbavétele is.
6 fordulót követően egy győzelemmel, 2 döntetlennel és 3 vereséggel az NB1B keleti csoportjának 9. helyén áll a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Bécsi János együttese a legutóbbi fordulóban hazai pályán a Balmazújváros ellen játszott 30-30-as döntetlent. Az NKC a bajnoki szünetet követően az Algyő ellen lép pályára. A középmezőnyt célozták meg a bajnokság előtt a nyíregyházi férfi kézilabdázók, azonban egyelőre a 12 csapatos tabella 9. helyét foglalja el a Bécsi János által irányított együttes. Az NKC eddig mindössze egyszer győzött, emellett 2 döntetlen és 3 vereség a mérleg. Annak ellenére, hogy mindössze 2 pont a nyíregyháziak hátránya az 5. Debrecennel szemben, az edzőnek jócskán van hiányérzete az eddigi mérkőzésekkel kapcsolatban. Ha csak azt nézem, hogy így visszatekintve, hogy a mérkőzéseket, amiket elvesztettünk, vagy ahol pontokat veszítettünk, mindegyik mérkőzésen mi voltunk azok, akik vezettek, és nem 1-2 góllal, és érthetetlen módon, amikor vezet a csapat, a rutinos játékosok hibáznak. Ez betudható annak is, hogy esetleg fáradtak vagyunk, nem úgy koncentrálunk, de ezt nem tudom elfogadni, főleg azoktól, akik rutinosabbak. Ha egy fiatal játékos, egy ifista játékos megteszi ezt, akkor odaírom a számlájára, hogy a rutintalanság és a kor miatt még nem tudja hozni azt a teljesítményt. De azok a játékosok, akik már több évet lehúztak, akár NB1-be, vagy NB1-B-be, és meghatározó játékosok voltak, tőlük nem ezt várom. Bécsi János elmondta, hogy az eddigi eredmények tükrében változtatniuk kell a bajnokság előtti elképzelésükön. Sajnos úgy néz ki, hogy a nyári elgondolásunk, hogy nem akarunk játékosokat igazolni, hanem megoldjuk ezzel a 8-9 felnőtt játékosokkal és a fiatalokkal kiegészítve, ez nem működik. És az elkövetkezendő időszak az arról fog szólni, hogy keresünk játékosokat, akik tudnak nekünk segíteni. Ha sikerül ezt decemberig megoldani, akkor már decemberig, hogyha nem, akkor a decemberi szünetbe, a tavaszi rajt előtt mindenféleképpen kell frissíteni, mert jelen körülmények közt a jelenlegi csapat összetétele így most nem elég arra, hogy a célunkat megvalósítjuk. Szeretnénk bennmaradni, illetve egy középmezőnybe visszakerülni, mint ahogy ki is tűztük célul, de a hátrevő mérkőzéseink azokkal a csapatokkal lesznek, akik előttünk vannak, és az első 6-ban vannak, illetve a feljutást tűzték ki célnak. Na már most ezek ellen a csapat ellen, ezek ellen a csapatok ellen a mostan nyújtott teljesítmény semmi esetben sem elfogadható, és nem elég. A válogatott meccsei miatt az NB1B-ben is szünet van, így legközelebb csak november 10-én lép pályára az NKC, a második helyezett Algyő otthonában. Addig egy mini alapozással gyűjtik az erőt az őszt hátralévő meccsére a nyíregyházi játékosok. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese a női amatőr NB1 negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen a TFS-e csapatától kapott ki 79-56-ra. Az NKS vasárnap a Vasas Akadémia otthonában lép pályára. A hibátlan mérleggel érkező fővárosiak ellen már pályára lépett a sok sérülés miatt segíteni visszatérő Takács Anna, Simoncsik Petra és Pál Vivien is. A rutinos játékosokat felvonultató vendégek kezdtek jobban, az első 2 negyedet egyaránt 9 ponttal nyerte a TFS-e. A harmadik 10 perc 8 ponttal lett a budapestieké, a záró negyedben pedig csak kozmetikázni tudott az eredményen az NKS, amely így harmadik vereségét szenvedt el a bajnokságban. Erősebbek voltak, sokkal rutinosabbak voltak, tehát mi kis vékony, dongáj lánykáink azért nagyon, nagyon nehezen tudták azt a rengeteg elzárást megoldani. Tehát ugye itt azért menni kellett volna az emberekkel, de ha elváltottuk, akkor is a ütközéseknek megrelni. Tehát de a centerek azok igencsak jól fogtak pozíciót, kinti emberek jól dobtak, tehát Isten igazából, tehát most mindegy volt, hogy mire helyeztünk nagyobb hangsúlyt, tehát próbáltuk a védekezésbe is váltani, tehát emberfogásba próbáltunk zóna védekezést, tehát megnéztük a 2-1-2-t, megnéztük a 3-2-t, Isten igazából minden egyes zónánál, vagy emberfogásnál mindig volt egy olyan üres hézag, amit nem tudtunk megoldani, tehát amiben a pontot kaptunk. A nyíregyházi kosársuli vasárnap a Vasas Akadémia otthonában lép pályára. Abba kell okosnak lenni, hogy megpróbáljuk abban a szituációban, amikor nálunk van a labdákat, akkor lassítani, és a fölösleges eladott labdákat kerülni, és akkor játszhatunk egy jó mérkőzést. És ott is attól függ egyébként, hogy melyik társaság fog bejönni játszani.
tehát hány játékos fognak az A-ból visszajátszatni, de valószínűsíthető, hogy több játékost is, mert mi próbáltuk szombatra kérni a mérkőzést, de közölték, hogy nem, mert ugye szombaton más mérkőzés van, és vasárnap fogunk tudni csak játszani, tehát ugye ebből gyanítható, hogy az A-ból több játékos is le fognak játszatni. Na most itt ugyanez a cél, hogy azokat a dolgokat, amik nekünk a későbbi mérkőzésekre szükségesek, azokat gyakoroljuk, megpróbáljuk ebből a lehető legtöbbet kihozni, minél kevesebb eladott labdával játszunk, és a lehető legkevesebbet pontot kapjuk majd. Az amatőr NB1 tabelláját a csatadíjese vezeti, megelőzve az egyaránt 100%-os TFS-ét és Eltebeac Újbudát. A nyíregyházi kosársuli egy győzelemmel és három vereséggel a 10. helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A hazai és az európai dohánytermelés fennmaradásáért új politikai megállapodások megkötésére és erősebb érdekképviseletre van szükség, véli Bényei Illés. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke erről nemrégiben Brüsszelben beszélt. Több mint 2,5 millióan dohányoznak Magyarországon a KSH adatai szerint. Ez egy olyan társadalmi igényé vált, amit muszáj biztosítani, ezért is fontos az ágazat támogatottsága. 135 millió forintból újult meg a második Rákóczi Ferenc gimnázium vásárosnaményban. A beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a Kisvárdai Tankerületi Központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. A vásárosnaményi járás egyetlen gimnáziuma 1952 óta működik, a felújításra már nagy volt az igény. Bár a búza ára folyamatosan emelkedett, a vetés terület ebben az évben mégis csökkent. A megyében eddig 25 ezer hektáron vetettek búzát, ami közel 4 ezer hektárral kevesebb, mint tavaly. Ennek fő oka az asszályos időjárás lehet. A megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint azonban még nem késtek el a gazdák a vetéssel. Egy csapadékos időszak még nagyban segíthet abban, hogy nőjön a búza vetés területe. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 1-én csütörtökön friss hírekkel, holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!